Most ért véget a 3 hetes nyári magyar nyelv és sporttáborunk. Minden nyáron itt a Kossuth házban tartjuk meg ezt a rendezvényt. A táborban a Guelphi, Cambridge-i, Kitchener-Waterloo és környékbeli gyerekek gyűltek össze. Ők a Guelphi és a Kitcheneri iskolába járnak. Ez a tábor, ez már 8. alkalommal került megrendezésre. Minden évben július első 3 hetében tartjuk ezt a magyar nyelvi és sporttábort. Mindig nagy az érdeklődés. Minden héten 20-25 gyermek vesz részt a táborban, plusz a középiskolás segítők, akik szintén ilyenkor gyermekké változnak, és önfeledten játszanak és tanulnak velünk. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, ahogy említettem, 3 hétig tartott, hétfőtől péntekig, egymást követő hetekben. A programok délelőtt magyar nyelvi képzés, persze játékos formában. Én vagyok Gabriella, és mentem a magyar táborba, és nagyon szerettem, mert sok vízi játékok voltak, és sokat kraftozunk, és meséket is hallgattunk. Délutánonként pedig a sportokra és a kreatív tevékenységre fordítottuk a hangsúlyt. Például lovaglás, kosárlabda, foci, a gyerekek nagyon élvezték, illetve exatlon is volt, ami nagyon népszerű.